itt vagyunk ugye az első futamon, Salgón. Ugye itt a koronavírus után most tudtunk először úgy igazán autóba ülni. Azt gondolom, hogy ugyanúgy felkészültünk, mint eddig is, tavaly is tettük, és tavaly előtt is. Tudtunk egy kicsit tesztelni is most hét elején, hétfőn Nőtincsen, ami azt gondolom, hogy egy kicsit közel áll a pálya minősége az itteni pályák minőségéhez. Viszont az esőre nem számítottunk. Nagyon nehéz körön, ezt hozzá kell tenni, hiszen most megyünk először úgy az autóval ilyen körülmények között, illetve alapvetően mondjuk egy 100 km van bennünk. Aztán megkaptuk jól ezt a Salgó rallit, ugye nagyon saras, nagyon vizes a pálya, kihordásos. Az 1-es és a 3-as az meg full száraz. Olyan, mintha egy téli gumival mennék körülbelül, a szárazon a vizes gumival, a középső gyors nagyjából az jó. Kevés a tapadás, nagyon nehéz verseny. Igazából nagyjából ahol vártuk magunkat, az megvan. Kicsit az időkülönbségen szeretnénk még faragni, de úgy gondolom, hogy az elsődleges legfontosabb cél az a cél. És jön a jobb 32, koszos murva macska kőre. Nagyon koszos, és száz, nagyon csúszik a macska kő, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat egész nap. Az abroncsok kiválóan teljesítettek, nekünk volt egy kis úgymond elgumizásunk a nap elején, de azt kiküszöböltük a második körre, és onnantól kezdve tökéletesen működtek. Én azt gondolom, hogy viszonylag jó eredménnyel zártuk, tehát nem is, tehát nyilván lenyilatkoztuk, hogy szeretnénk a top 5-be menni, de ez csak álom volt. Nyilván ez hozzátartozik, hogy nagyon sokan defektet kaptak sajnos, és emiatt tudtunk a negyedik helyen végezni, de borzasztó boldogok vagyunk, életünk egyik legnagyobb eredménye most. Borzasztó kemény verseny volt, attól függetlenül, hogy egy napos volt, nagyon hosszú volt és nagyon fárasztó. Én azt gondolom, hogy kellett egyfajta stabilitás, nem a Hübele Balázs módjára kellett ma közlekedni, egy picit be kellett magadat és az autódat meg a gumit is nyilván osztani.
kellett az, hogy a Hankook tényleg jobban bírják a defektet, tehát kevésbé kapnak defektet, mint a Pirellivel. Ez a mai nap látszódott itt, hogy az összes Pirelli szinte defektet kapott, mi nem. Meg hát nyilván egy hatalmas csapatmunka kellett ehhez, és mindenkinek köszönjük, hogy ebben részt vett. We'll be right back.